Sziasztok! Végeztem az utca bozót kiirtásával. Itt Júlia borbolyák voltak, rettenetesen elhanyagolt állapotban, és hát azokat sikerült tövig visszavágni. Amint kihajtanak, nem fogjuk hirtelen felereszteni őket, hanem erősen visszavágva, szép lassan sövénnyé fogjuk formálni. Itt vannak a csonkok tulajdonképpen. Rendkívül életerős növény. Ez a zöld hulladék, ez még várja az ágdarálót. Menjünk tovább. Tehát az utcafront az most így ki lett takarítva. Hát nyilván egy jó kerítés nem ártana. Valami egyszerű. Ez a rész, erre a részre még nem került sor. Hát itt a lila akáccal kell megküzdeni, amely felfutott a fenyőfára. Melyik látni a lila akácot. Volt keresztbe kifeszítve egy kábel, arról azt megszüntettem, és leszettem róla, de hát felmegy egészen a koronáig. A nyírfa talán a héten ki lesz innen kapva, és hát hátra van még a száraz ágoknak a levágása. Hát itt az ősz, hullanak a levelek, nem baj, ezeket összeszedem, és majd megy az ágyásokba komposztnak. Íme a kis ágakból kivágott növényekből álló zöld hulladék, hát amit le fogunk darálni, és erre a részre mutatom, ide ki lesz terítve. Itt már elkezdtem kiteríteni, itt komposztálódik a rengeteg fenyőtű, toboz, levél, ág. Nyilván egy ágdaráló, vagy inkább egy mucsológép segítségével szépen át lehet törgetni, felaprítani, és akkor a komposztálódás folyamata felgyorsul. Hát, ha nem lett volna motorfűrészünk, vagy nem vettünk volna egy motorfűrészt, akkor ezt felvágni, igencsak keserves lett volna. Itt folytatódik az ágyás, benne a komposztálódó alommal, és itt vannak a lakók. A macskák. Jó a legszebb. Igazi viszkasz macska az épség. És a másik kettő, a fekete és a cirmi. Ő a legkedvesebb. Ő mindenkivel barátságos. Tűzrakó hely. Jönnek hétvégén a rokonság, és lehet, hogy sütünk szalonnát, de ezt azért nem kiabálom el. Hát, van talaj élet. Rengeteg. És mindenféle gomba van a területen. Hát erre a részre. Ezt csak megmutatom. Ezt elkezdtük kitisztítani, de mivel rettenetesen szúr és rettenetesen sok málna van benne, nagyon nehezen haladunk vele. Itt bent valami madáretető szerűség volt az előző rakó részéről, de meglehetősen rossz állapotban, lepusztult állapotban hagyta itt nekünk. És akkor íme, ami még kiirtásra vár, hát ez megközelíthetetlen. Itt vannak még madárbírsek, ezek mennek majd az utcafrontra. Az utcafront külső részére hát elsősorban madárbírset terveztünk, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Na, potyognak a díszalmány. Kár, hogy nem lehet megenni. De gyönyörök egyébként, nagyon szépek. És kemények, mint a beton. Hát a kert hátsó része ez úgy fog következni. Itt még őserdei állapotok uralkodnak. A másik komposzthegy. És itt hátul
tovább haladva elértünk a kert végéhez. Van itt egy mogyoró bokrunk, amely nagyon el van szabadulva, de egyes tövei előregettek, és már így relatíve csúcs száradtak. Ezeket majd kiegyeljük. Tehát ennyi biztos nem kell nekünk, bár nagyon finom mogyoró terem rajta, de ebből azért kicsit olyan őserdei, mint az ősebei fikusok, ahogy ugye benövik az épületeket valahol tájföldön. Hát van nekünk is egy mini. A hátsó komposztunk megtelt, úgyhogy hamarosan megpróbálok ácsolni még egy komposztládát, de ebben a formában, és hát lehet, hogy át is kéne ezt pörgetni, át kéne forgatni, hogy kicsit átszellőztetni, és itt, ha felnéztek, rengeteg száraz ág van, hát ugye a fenyővel az ott a probléma, hogy túl sűrűn van tartva, felnyurgultak a fák, és fény hiányában az alsó ágak leszáradtak. Nem segített a helyzeten az se, hogy alulról meg a borbolya, illetve szomszéd felül a különböző ciprusok és tuják tovább rontották úgymond a helyzetet. Tulajdonképpen elég lett volna, hogy vagy ő, vagy ennek a telepnek a tulajdonosa telepít ilyen magasra növő fákat. És hát íme itt a kakutojás, amivel nem nagyon tudok megbirkózni, vagy eddig nem sikerült. Ez alatt a kupac alatt, vagy kupacok alatt rengeteg építési törmelék, sittet halmoztak fel az előző tulajdonosok. Hát ez valahol a trehányságnak a csimboraszója. Ez a garázs hátulja, ez nagyon rossz állapotban van. Itt ezt a részt itt szinte alapig ki kell bontanom, de a kubikolással még várnék egy pár napot, mert most ez a hét elég sűrűnek ígérkezik. Másik nagy feladat, ami nyomaszt engem, ez pedig ez a berlini fal stílusú stég, hogy mi járhatott a fejébe, aki ezt ide telepített, ezt el nem tudom képzelni, de ezt a beton szörnyet innen valahogy le kellene innen bontani. Hát hullanak a levelek, azt hiszem holnap reggel jövök és lehalászom úgymond a belehullott leveleket a tóban, mert a tónak a élővilágának lehet, hogy nem tesz jót, illetve itten felgyorsítja itt a szerves anyag bevitelt ezzel az eliszapolódást. Hát ha van valakinek ötlete, hogy mivel lehetne úgymond az iszapot, illetve ezt a elburjánzott növényzetet visszaszorítani, azon kívül, hogy belemászok és kidobálom, szívesen fogadnék erre tanácsot, ötletet. Meg arra is, hogy lehet ezt a betonszörnyűséget. Az a tervem egyébként, hogy a talaj szintjéig lebontom, és a fóliát, a tófóliát, amit be van gyűrődve, ezt visszahajtom, úgymond a talajszintig, rakok rá így köveket, mint ahogy itt vannak, és utána gyep. És ha kinézünk az ablakon, akkor nem ezt a idézőjelben berlini falat látjuk, hanem a víztükröt szeretnénk látni. Természetesen a vízet is pótoljuk arra a szintre, amit ott a szembe lévő stég oldalán lehet látni. Na röviden ennyi lenne a mai videó. Macskák napoznak, megvannak. Őt meg lehet simogatni bármikor. Vannak, akik igénylik a cirógatást, de ő a fújós macska. Mindenkinek, ha nem tetszik neki, akkor fúj. Hát vannak itt még ilyen javítandó dolgok, de szép lassan mindenre sor kerül, és a nagy hír, ma végre eltűnt a lebontott konyhabútor. Amerre megyek a kertbe, egyébként a macskák jönnek velem.
A citromot és a bugenvilliát azt viszont le kell téliesítenünk, a fügét pedig hamarosan holnap vagy holnap után elültetjük. Persze mondom egy hete vagy két hete, de nagyon keservesen jutunk el odáig, mert mindig valami más fontosabb. Na röviden ennyi a mai videó. Sziasztok!